A legkisebbekre is gondoltak a szervezők, akik golfozhattak, vagy éppen kifestethették az arcukat. A járvány harmadik hulláma után már nagyon várták a városban, hogy újra megrendezhessék a vigasságokat. Az első olyan rendezvényünk a koronavírus járvány óta, ahol ennyien lehetünk együtt, több ezren ünnepelhetünk, koncerteket, kulturális műsorokat nézhetünk, hallgathatunk meg. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan pillanat, amelyre nagyon sokan vártak. Sőt, a lapcsánka és finom gulyás is készült a hétvégén. Vad ételfőző versenyen is összemérhették tudásokat a jelentkezők. A program részeként díszpolgári és pro-urbe díjakat is átadtak. Én nagyon örülök annak, hogy a térség polgármesterei már sokadik alkalommal megtisztelik a rendezvényünket, és itt vagyunk közösen együtt, hiszen csak úgy érhetünk el sikereket, hogyha figyelünk egymásra, és tudunk örülni egymás sikerének. Örülök annak természetesen, hogy az utánam jövő polgármester dr. Péter Csaba is folytatja a gyarmati vigasságokat, és örülök annak, hogy honfoglaláskori harcosok közül is itt vannak egy páran, a másik fele éppen a Kurul tájról érkezik haza, és nem sikerült időben megérkezniük a Szabó lovasudvarnak, de lélekben ők is velünk vannak. Nyerekből nem könnyű eltalálni a céltáblát, de ezeknek a lovasoknak ez is sikerült. Honfoglaláskori lovasharci szokásokat is felelevenítettek a hagyományőrzők. Nagy István agrárminiszter az együttlét fontosságára hívta fel a figyelmet. Ugye mennyire jó érzés újra együtt lenni? Találkozni egymással, rácsodálkozni arra, hogy hé, hogy vagytok? És még kíváncsinak is lenni a válaszra, hogy igen, akkor hogy is vagyunk. Mekkora érték a közösség. És azért jöttem, hogy ezt el is mondjam önöknek, hogy a legnagyobb érték ma ebben a változó, rendkívül gyorsan változó világban a közösségnek az ereje. Az, hogy együtt lehetünk. Itt Szatmárban még a fák is mélyebben eresztik a gyökereiket, hiszen a homokon kapaszkodniuk kell. A péntektől vasárnap estig tartó programsorozaton fellépett Molnár Ferenc Karamell, a Halott Pénz és a Kowalski meg a Vega is. Több ezeren szórakoztak a háromnapos gyarmati vigasságokon.